van nálam egy érdekes doboz, amit most kaptam nemrég a Penny Markettől, és az van ráírva, hogy így dekázik egy fradista. Hát kíváncsi vagyok nagyon, mi lehet benne. Így ránézésre nekem egy születésnapi torta jut eszembe, amit egy futballistának címeztek, vagy készítettek, de hát mivel mostanában nincsen szülőnapon, biztos nem az lesz benne. De hát mindjárt kivontjuk, és akkor megnézem, hogy olyan mit rejt. Kis üzenet. Szia Dávid, fiatal csapattársad, Csontos Dominik ívott téged egy dekázó versenyre. A dobozban találsz 5 darab élelmiszert, túrót vagy jégkrémet, gluténmentes lisztet, szalámit, valamint egy konyhai mérleget. Feladat: mindenféle külső segítség nélkül, csak a szemedet és a megérzésedet használva ki kell dekáznod az alább megadott mennyiségeket a termékekből. Nem gondoltam volna, amikor az van ráírva, hogy dekázni, hogy ki kell mérni majd a termékeket, de nagyszerű kihívásnak tartom, úgyhogy vágjunk is bele. Itt vagyunk a konyhába, nézzük meg akkor, hogy megy a dekázás labda nélkül. Elsőnek a gluténmentes kenyérlisztet próbáljuk kimérni. Igazából a matematikát fogom segítségül hívni, abból is az arányokat. Azt mondjuk, hogy ez a termék 1000 g-os, 1 kg, nekünk ki kell belőle mérni 34 dekát, az 340, az nagyjából ugye az 1/3 lesz. Úgyhogy mondjuk itt az 1/3-át azt nem tudom, hogy fogom tudni megsatszolni, de megpróbáljuk. Én ezt tippálom, hogy ez körülbelül annyi lesz. Nézzük a megoldást. Hát ezt bőven alálőttem, ez 286 g, hogyha megnézzük, akkor látható az eredmény. Nézzük a következő terméket, a csemege szalámi. Na hát, szalámit szoktunk enni, azért mondom, hogy sűrűn, de pont ez a téli szalámi, akár mondhatnám, hogy inkább a kedvencem, mint a paprikás. Úgyhogy megoldás itt 294. Hát igazából ez nem is volt annyira messze. 14 g-ot tévedtem. És a 250 g-os vajból kellene nekünk kimérni 80 g-ot. Ami azt jelenti, hogy 380 az 240, az lenne az már majdnem 250. Akkor nekünk kell az 1/3. Na, 76. 76 gram, hát ennek örülök, azért erre büszke vagyok. Ez egész közel. Ebből 290 gramot próbálunk meg kimérni, és ez jobb lenne tudni, hogy mennyi. Aha. Ez 520 gram. 520 g-nak a fele az 260 g, és 290 g-ot kell kimérnünk, úgyhogy egy... Ha ez nagyon jól fog menni, akkor még a nyáron fagylaltárusnak elmehetek, úgyhogy... Hát akkor én is imádom, úgyhogy nevesszen kába. Megkóstoltuk, ez is igen finom kis csokoládé és fagylalt. Lássuk a megoldás. 290 volt a cél, és ez 283. Ebből a tenyén túróból 200 g-ot kell nekünk kimérni, ez pont 500 g-os.
Itt viszont nagyon egyszerű a matek. Mert ha 5 felé osztjuk, ugye akkor az lenne 100 gram. Akkor kicsit kevesebbet, mint a... Hát ez a 2/5 kell nekünk kimérni, egy kicsit kevesebbet. Azért jóval kevesebbet, mint a felét kellene nekem beletenni most. Na nézzük, hogy bántam a túróval. 200 gram volt a cél, és 212. Hát egy kicsit túlszaladtunk, de én elnéző vagyok magammal szemben. Szerintem ez egész jó teljesítmény volt. Hát már nagyon érdekes volt, örültem, hogy kipróbálhattam magam ebbe a játékba, úgyhogy szeretném megköszönni a Penny Marketnek ezt a lehetőséget, Csontinak a kihívást, és mindenki láthatta most már, hogy így is tud dekázni egy fradista. Sziasztok!